Köszöntöm Önöket itt a Szóbeszédben, ahol mindig az Önök véleménye a legfontosabb. Már javában tart a fesztivál szezon, minden hónapban különböző nagyszabású rendezvény várja az odaérkezőket. Így ebből kifolyólag ezen a héten arról kérdezem a főtéren rákosmenti lakosokat, hogy van-e kedvenc fesztivál helyszínük, illetve egy-egy ilyen alkalommal kiért és miért mennek oda. Tartsanak velünk! A fesztiválokról és a fesztivál szezonról forgatunk anyagot. Neked mi a véleményed erről a nyári program lehetőségről? Hát én ebből teljesen kimaradok, hogy minden nap dolgozom. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy örülök neki, hogy mások örülnek. Sosem jártál mondjuk ilyen nagyobb, híresebb, ismertebb fesztiválokon? Nem vagyok az a típus. Ismeritek ezeket a nagy nyári fesztiválokat, és hogyha igen, akkor van-e számotokra fontos vagy kedvenc? Hát a Balaton Sound. Igen, az Balaton Sound, nekem is. Miért éppen a Balaton Sound? Hát mert igazából alapjáraton úgy volt, hogy lemegyünk oda, de aztán nem engedtek le minket, sajnos. De nagy kedvenc, igen. Hát a hírességek miatt. Ki az, aki mondjuk abszolút kedvenc előadótok? Úgy alapjáraton? Eminem, vagy nem tudom, most így. Nekem BSV. Mi még kicsik vagyunk ahhoz, hogy így kimenjünk, de biztosan ki fogunk még menni. Hogyha egy picit idősebbek lesztek, akkor mondjuk zenei stílusban melyik az a fesztivál, vagy ki az az előadó, akire szívesen kilátogatnátok? Hát igazából kimentünk volna most egy Justin Bieberre, amik kint volt a szigetem. Meg az ilyen pop, meg az ilyenek. Ugyanez. Miért éppen Justin Bieber, akkor így kérdezem? Hát nem tudom, tetszik a stílusa. És ennyi. Van még ilyen nagy, ismert előadó, akit mondjuk nagyon nagy előszeretettel szoktatok hallgatni? Azaria. És... nem tudom. Igazából ennyi szerintem. Igen. Nem szoktam járni ilyenekre, de szeretem őket, amikor elmegyünk a családdal. Igazából jó benyomásom van róla, mert szerintem jó hangulatú az összes. És van-e abszolút kedvenc, vagy van olyan fesztivál, ami neked mondjuk kedves? Hát a Sziget Fesztivált szeretem. Ott voltam is már egy párszor, de igazából a többit azt nem nagyon ismerem. Miért éppen a Szigetet választottad? Hát mert már régebb óta oda járunk a barátokkal, és igazából azt tetszett nekünk a legjobban, és oda megyünk a legtöbbet. Akár itt a zeneiség, vagy az előadók miatt is kimész, vagy maga az, hogy ez egy nagyobb presztízs fesztivál? Ezért is, mert egy nagyobb presztízs fesztivál, de az előadók miatt megyünk oda általában, mert vannak ugye kedvencénk, és szeretjük őket hallgatni. Miért nem vonz ez a világ? Mert én egy introvertált személyiség vagyok, és inkább másfajta kielégüléseket keresek. De azt látom, hogy szereted a zenét, vagy valószínű, hogy szereted a zenét, akkor hogyan szoktad ezt a zenei vágyat szépen behelyezni a mindennapokba? Mindennapokba? Hát rengeteg zenehallgatással, zenetanulással, és így ennyi. Tehát, hogy én ezt nem adom elő másoknak, én ezt csak a saját örömömre. Van kedvenc zenei műfaj, vagy előadó, akit nagyon szívesen hallgatsz, vagy aki mondjuk inspirál? Alapvetően mindent hallgatok. Nem teszek különbségeket. Azért vannak olyan műfajok, amit nem értek, de alapvetően mindent teszek. A klasszikus zenétől így a pszichedelikus dolgokig, tehát tényleg nagyon széles a skála. A rockosabb fesztivál, beszélek itt a Voltról, vagy erről a zeneiségről. Nektek mi a véleményetek? Hallgattok-e ilyen stílusú zenét is? Hát igazából ez nem annyira mi generációnknak a stílusa, szóval nem annyira. Hogy
hogyha mondjuk ellátogattok, vagy ellátogatnátok a Balaton Soundra, akkor ott a sátras megoldásba gondolkodtak-e, vagy abszolút kibérelt kisház, barátoknál alvás, hogyan működne ez az egész? Hát én biztos, hogy sátras. Azt tuti. Miért? Hát mert igazából ez a kis, ennek van egy külön feelingje szerintem, mint a kis faházasnak. Nekem az jobban tetszik. Te hogy gondolod? Hát én is a sátras, mert az buli. Haverokkal. Mi a többi fesztiválról a vélemény, akár zenei stílusba, vagy vannak kisebb, kevésbé ismert fesztiválok, de azokat is nagyon szereti mondjuk ez a generáció? Hát a Sziget Fesztivál az most nagyon jó elvileg. Nekem még a Sun City, az is egy jó. Hát, szerintem az ilyen ott alvos, hogy nem hazajársz, hanem ott alszol valahol. De akár a sátorban is? Hát, az már nem vallalnám be. Ugyanez. Te sárludnál akkor szívesen sátorba a fesztiválon? Hát, nem annyira. Miért? Hát, nem tudom, nem szeretem ezt a... Hát mi... Nem a mi világunk. A szobába vagyunk szokva. Igen. Saját ágyikón. Igazából, annyi. Szerintetek van egy ilyen nagy szabadtéri koncertre ideális ruha, vagy ideális olyan szett, amit ha felvesztek, akkor vagány is, de közben mégis ott a porba, kicsit piszokba kellően jó? Hát az ilyen sportosabban. Ami, hát így ilyen sportcipő, de közben mégis, tehát sportosan elegáns. Ugyanez. Ki az abszolút kedvenc, vagy hogyha tudod, hogy mondjuk idén kik voltak, akkor ki az, akire szívesen kilátogattál volna? Tédani kedvencem, meg K. Kevin, meg Manuelt is szeretem, Bay Alex, hát az ilyesmi. Szeretem a zenéiket, szóval miattuk. Mit szólsz az ideihez, mondjuk Justin Bieberhez? Az idején nem voltam sajnos, ezt bánom, hogy nem voltam, de Justin Biebert is nagyon szeretem, és elmentem volna. Majd jövőre bepótolom. Hogyha kilátogatsz a Szigetre, akkor mi az, amit eszel, iszol, vagy hogyan szoktátok megoldani a szállás kérdést? Hát igazából vagy barátnál alszunk, vagy kibélelünk egy helyet, és ott vagyunk. És igazából azt teszünk, iszunk, ami ott veszünk. Szóval igazából ennyi. Igen. Szerinted hogyan a legcélszerűbb felöltözni a fesztiválra? Hát egy átlagos utcai ruha, ami jól kinéző. Hogyha a legeslegkedvencebb előadód érkezne valamelyik nagy nyári fesztiválra, akkor azért megfontolnád, hogy mondjuk kimenj, vagy még akkor is távol áll? De persze, hát mondjuk ott most mondanom kell akkor egyet. Igen. Hát például a Tool-t azt nagyon szeretem, tehát arra elmennék. Ha még itt a fesztiválokról beszélgetünk, akkor nagyon sokan ezt a sátrazós életmódot választják ezekre a napokra. Te hogy látod, ez is egy izgalmas kaland, vagy inkább azért egy biztonságos, nagyobb szállás, mi a legjobb? Szerintem ez életkor függő. Én már inkább a kényelmet választanám, bár nem vagyok, még messze nem vagyok idős, de én mondjuk egy 10 évvel ezelőtt belementem volna egy ilyen sátrazós, ilyen IHB partiba, de amúgy most már nem. Most már inkább választanám a kényelmet, igen. Az idei Szigeten kik fordultak meg, vagy kik léptek fel? A persze. Ki az, aki tetszett volna, vagy ki az, akit szívesen megnéztél volna élőben? Hát Justin Bieber, vagy Dua Lipa. Most így őket. Na, én is Dua Lipát szerintem. Miért éppen Dua Lipát? Hát mostanában azt hallgatom, és most ez bevált. Na, tetszik nekem. Bejön, amit csinál. Úgyhogy igen. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét szerdán is, amikor ismét az önök véleményére leszek majd kíváncsi itt a Szóbeszédben, viszontlátásra!